A gazdasági válsággal magyarázta a megyei bíróság elnöke a büntetőügyek számának növekedését 2010-ben. Dr. Gyulai Gábor a társszervek eredményességét is belevette, vagyis javult a felderítési mutató, amikor az egész éves ügyiratszámérkezésről beszélt, amely 2000-rel emelkedett az előző évhez képest. Ez a városi bíróságokra érkezett büntetőügyek számát érintette, de a megyei bíróságra érkezett ügyek száma is jelentősen növekedett. A városi bíróságokra több mint 19%-kal érkezett több ügy, a megyei bíróságra pedig több mint 20%-kal. Ez éves viszonylatban mintegy 2000-rel több ügyet jelent. 122 bíró leterheltsége növekedett ezáltal, de az összességében 456 alkalmazotti létszám nem változott. A tervezett dologi kiadásokat 65%-ban tudták teljesíteni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, miután 150 millió forintos forrás hiány jelentkezett. Ezt az adósságállományt az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 40 millió forinttal kompenzálta, a többit a személyi juttatásokból gazdálkodta ki a bíróság. Bár országosan 4,4 milliárd forinttal több forrás szavazott meg a parlament az Országos Igazságszolgáltatásnak, mégis csupán szeptember-októberig látják biztosítva a dologi kiadásokra szánt forrásokat. A mi prognózisunk az, hogy szeptember-októberre a bírósági dologi kiadásokat nem tudjuk fizetni. Hát ezek azok a kiadások, amik az elmúlt években hihetetlen mértékben emelkedtek, ugye az energiaárak, az összes dologi kiadás, de említhetném azokat a személyi kiadásokat, amelyeket mi jogszabály alapján fizettünk, tehát például a szakértői díjak költsége, vagy a kirendelt ügyvédek díja. Ezek változtak, különösen a szakértői díjak, az elmúlt években jelentősen emelkedtek. Baka András a finanszírozás rendszeréről elmondta, a nemzeti össztermék 0,7%-át fordítják hazánkban az igazságszolgáltatás üzemeltetésére, miközben máshol majdnem 1% ez az arány. Szó volt még az összbírói értekezleten az intézményfelújításról is. A Nyírbátori Bíróság épületeit nyár elején adhatják át, ahol 1-2 fő új munkaerő alkalmazását tervezik a mostani 27 fős állomány mellé.